Magyarország legjobb női csapata címet is a Audiatto Káci lányai járték el, csak úgy, mint így Győrött is. Gratulálunk nekik! A győri együttes a Magyar Bajnokság után a Bajnokok Ligája trófeát is elhódította. A klub történetében a csapat ezúttal 20. alkalommal veheti át az év női csapat a Győrött felirat örökös vándortrófeát. Mert nekünk nagyon nagy megtiszteltetés eleve, hogy itt lehetünk, de mindenféleképpen az, hogy megkaptuk a díjat, mi mindig minden évben izgulunk, hogy mi nyerjük ezt a díjat. Most is nagyon-nagyon örül a csapat, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült elnyerni. Mindenféleképpen meg szeretnénk nyerni a magyar bajnokságot, a magyar kupát, és a Final Four-be bejutni, és hogyha már bejutottunk, akkor azt meg is nyerni. Úgyhogy ezek a célkitűzéseink, reméljük, hogy sikerre visszük mindent. Az év felfedezette Győrött vándordíj tulajdonosa 2017-ben Pál Tamara, a győri Audiatto Káci fiatal kézilabdázója, aki már a Bajnokok Ligája győztes csapat tagja volt az elmúlt esztendőben. Gratulálunk! Tamara 12 évesen az Etu egyik tehetségkutató táborában fedezték fel, ahol ő jelentkezett. Tavaly kiemelkedő teljesítmény nyújtott a magyar ifjúsági válogatottban, és oroszlán része volt abban, hogy a győri Eyjof tornát a magyar együttes nyerte meg. A szakemberek jelenleg őt tartják a legtehetségesebb fiatal játékosnak a hazai női mezőnyben. A győri Audiatto még egy elismerést kapott a 2017-es évért, az év edzőjének ugyanis Ambros Martint választották Győrben. A szakvezető távollétében dr. Barta Csaba, a klub elnöke vette át a díjat.